Gyönyörű kiállítás kapcsolódik a Német Nemzetiségi Múzeum Vendégségben a Múzeumban című újraindult sorozatához. Idén a dorogiakat látják vendégül, illetve a dorogiak látják vendégül műsorukkal, ételeikkel mindazokat, akik kíváncsiak hagyományaikra, amelyeket a Nepóban mutatnak majd be. Dorogon ugye a bányász kultúra együtt él gyakorlatilag a német nemzetiségi kultúrával. Dorogi német nemzetiségi önkormányzat mutatkozott be ebben a kiállításban, illetve az ő általuk a dorogi német nemzetiségi önkormányzat gyűjtötte össze a dorogi tájház anyagát, és azt hozták el nekünk most ide a múzeumban. Ehhez kapcsolódóan minden hónapban, egészen szeptember végéig egy-egy hagyományőrző rendezvénnyel, programmal járulnak hozzá a megyei nemzetiségi kultúra bemutatásához. A Vendégségben a Múzeumban sorozat 5. éve várja az érdeklődőket. Eddig bemutatkozott már kulturális közösségeivel, jellegzetes sváb ételeivel, Baj, Szomód, Vértestolna település. Most azonban a már korán városiasodott dorogi németség lesz a vendég és a vendéglátó. Róluk tudhatnak meg többet az érdeklődők. Az eddigiekhez képest egy kicsit talán polgárosultabb az ő kiállításuk, jóval városiasabb anyag mutatkozik be, és mégis ugyanazt a nemzetiségi kultúrát mutatják be, amit a Tata környéki kis települések. A tataiak számára pedig éppen ezért lehet érdekes, hogy egy kicsit távolabbi megyei település, de még megyei település mutatkozik be nekünk. Csupa olyan tárgyal jöttek el, ami a néprajzos számára mind-mind érdekes. Hoztak kimondottan ilyen bemutatásra szánt vitrineket is. A bemutatásra szánt vitrinekben kicsit szétbontva háztartás anyaga, a vallásos tárgyai, 1800-as évekbeli imakönyveket is hoztak el nekünk, illetve új típusú tárgyak kerültek be a vitrinekbe, ami kimondottan az ő kultúrájukhoz tartozik, ilyen például a hólabdasütő, ami egy dorogi sváb ételnek a készítésére szolgál, amit nagyon kevesen ismernek csak fel, vagy például, ami szerintem kimondottan a bányász kultúrához köthető, egy olyan kis lámpás, egy gyertyalámpás, ami abszolút a bányalámpának a formájára készült világító eszköz. A sorozatban legközelebb most pénteken, július 17-én 17 órától várják az érdeklődőket a Német Nemzetiségi Múzeumba. Vendég lesz a Táti Férfikar és a dorogi nemzetiségi énekkar.